Negyedik alkalommal látogattak városunkba április 3-a és 7-e között az Erdélyi Szentegyházáról a Gábor Áron Liceum tanulói. A vendégdiákok a Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási szakgimnáziuma és szakközépiskolája Határtalanul című pályázata keretében látogattak el Szerencsre. Az Erdélyi Szentegyházáról a Gábor Áron Liceumból érkeztek diákok Szerencsre április 3-án. A Szerencsi Szakképzőiskola ugyanis korábban az Együtt Erő című pályázaton több mint 3,5 millió forint támogatást nyert, mely fedezi a 62 diák és a 6 kísérő tanár utazási, szállás és étkezési költségét. A Határtalanul pályázat keretén belül már negyedszer vannak nálunk a Szentegyházáról Erdélyből a diákok. Baráti kapcsolatot építettünk ki a tantestülettel, úgy a tantestülettel, mint a diákokkal. A gyermekek, a külhoni fiatalokat megismerhették, teljesen más szemmel néznek a külföldön élő magyarokra. A közel 4 napos látogatás során a diákok megismerkedtek Szerencsváros nevezetességeivel, ellátogattak többek között a turisztikai központba, a polgármesteri hivatalba, az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Szerencsi bemutató termébe, valamint megtekintették a Bonbon Kft. Csokoládégyártó üzemét is. Reggeli után meglátogattuk a Szerencsi Csokoládé Manufaktúrát, ott nagyon nagy szeretettel vártak minket, kaptunk fehér köpenyt is, és így húsvét után már kicsit elcsodálkoztunk, elkezdték gyártani a Mikulás csokikat. Nagyon tetszett ez a motorkiállítás, bár én lány vagyok, annyira nem fogott meg. Ezután el fogunk látogatni a polgármesteri hivatalba, majd megnézzük az iskolai tanműhelyeket, a polgármesteri hivatalt és a templomokat is. A kulturális programok mellett a hazai, valamint a vendégdiákok közös beszélgetéseken és barátságos futballmérkőzésen is részt vettek. Tamás István a Szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskola földrajzbiológia szakos tanára és a kirándulás szervezője elmondta, hogy a tanulmányi út jó lehetőséget nyújt arra, hogy a Szerencsi Szakképzőiskola pedagógusait és diákjait, valamint városunkat is jobban megismerjék. Ez egy 5 napos, 4 éjszakás program, közös tevékenységgel, az itteni diákokkal, a környék, a Szerencsvárosának a megismerése, az intézmény, a kollégák megismerése, ez a fő cél. A pályázat keretében a Szerencsi Szakképzőiskola tanulói május 28-a és június 1-e között látogatnak majd Szentegyházára.